Ezek után még részletesebben kicsit belebújtunk abba, hogy mit jelent a terek olvasása, hogyan olvasunk tereket, és mit jelent a terek írása, hiszen a két alany, mint ahogy az írott és a beszélt szövegeknél is, ahol hallgató és beszélő van, nem ugyanaz. A terek olvasása kapcsán az ezerszer járt terek volt a kulcsfogalmunk, hiszen megpróbáltam beláttatni a hallgatósággal azt, hogy nem érdemes egyszer látott, egyszer járt terekkel komolyabban foglalkozni, ahogy ezt az építészet elméletnek nevezett gyakran teszi, hogy mit láttam Párizsban, és hogy hogy érzékeli a környezet pszichológiában az ember azt a teret. Csak azokkal a terekkel érdemes igazán komolyan foglalkozni, ami valakinek az ezerszer járt tere, vagyis az otthona és az otthonos közege. Mindez azért olyan fontos, mert a térérzékelésben, és ez volt a másik fontos tétel, az automatizmusok a döntők, hiszen nem a akaratlagos tudatunkkal olvassuk a tereket, hanem a test tudatunkkal. Mert hogy ha nem a test tudatunkkal olvasnánk a tereket, akkor nem tudnánk élni, létezni. Akkor régen elpusztultunk valamán az őserdőben, hanem az összes környezettel összehangolta begyakorolt automatizmusunk olvasnatja velünk a tereket, és azon belül az egyszeri kognitív, kognitív érzékelési viszonylatok, amikről elméletben gondolkodnak a könyvpszichológusok, nagyon ritkák. Magyarán mondva, az ezerszer járt terek olvasatai az igazán figyelemre méltó szempont. Például többek között a tértraumák is csak így értelmezhetőek.